Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 20-a egy portál nap. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy ez mit jelent, én elmondanám azt is, hogy fáj a torkom, és ez így van már napok óta, nehezemre esik most beszélni, sőt, még enni sem tudok, hiszen ha nyelem az ételt, az is olyan fájdalmas jelenleg számomra, úgyhogy a hangom kicsit megváltozott most, és emiatt, hogy van ez a torokgyulladás, ez a torokfájás, így most a channeling, illetve az égi üzenet a Bibliából a napokban most elmarad, de ha jobban érzem magam, akkor ezt is közvetíteni fogom. Tehát visszatérve a témára, május 26-án nyílik egy égi kapu. Egy égi kapu a plejádok felé. Ezt így tudom elmagyarázni. Ami nagy naprendszerünk is mozog. És mozog a plejádok körül. A plejádoknál van egy központi nap. Ezt a központi napot Alkiónénak hívják. Lefordítva, ez egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. És olyankor, ha kinyílik egy égi kapu, akkor a mi földünk oda tekint Alkioné felé. Ez egy finom energia mező, tehát kihat a spirituális területre. Van gyógyító ereje is. Minden napon, tehát ilyen napokon is van egy szimbólum. Ezúttal ik szimbolizálja ezt a napot. Ik lefordítva szellőt jelent. Tehát ezen a napon, ennél a szertartásnál is, amit tartok 20-án, tehát itt szellőről van szó, aminek az a jelentése, hogy előre mennek a dolgok, olyan könnyen alakul minden. Azt is jelenti, ha tervezel valamit, és úgy érzed, hogy eddig nem történt semmi, akkor ik, ez a szellő segít abban, hogy legyen mozgás, hogy változzanak a dolgok, eltünteti az akadályokat, a nehézségeket, hiszen ez a szellő utal a könnyűségre. Amit még jelent ez az energia, ez az ik energia, a beszélgetések. Akármilyen területen, a munkát illetően, vagy a családban, vagy a párkapcsolatban, akkor most megvan a lehetőség, hogy bizonyos dolgokról tudjatok beszélni. És ne a nehézségekről, hanem olyan könnyűségről, tehát egy más energiamező alakul ki, hogy minden olyan játszadozva, olyan könnyen történik majd. Ezen a napon, május 20-án a szertartás este 11 órakor kezdődik, jelentkezhetsz e-mailen keresztül, a díja, mint egy energiai egyensúly 4000 forint. A téma, hogy itt kinyíljon egy új ajtó, tehát a lehetőségek, és ez mint egy szellővel, gyorsan és könnyedén. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!